Az Ápril Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói római katolikus főgimnázium utódja. 1837. október 1-én 20 tanulóval kezdődött meg a tanítás. Ma már 660 diák tanul és fejlődik itt. A jelenlegi építkezés nem egyszerű. Mindemellett elősegíti, hogy a jövőben itt tanuló fiatalok egy igazán jól felszerelt, felújított és szép épületben tanuljanak, ami ösztönözni és lelkesíteni fogja munkájukat. A színes és fantáziadús folyósókon végighaladva meg annyi csodás diákmunka ragadja meg a tekintetünket, és a nagy udvar, tér lehetőséget ad számunkra, hogy kint a szabadban játszva tudjunk fejlődni és tanulni. Felkészült tanítóink, tanáraink pedig nem csak az alaptudás elsajátításában segítenek, hanem igyekeznek felfedezni adottságainkat, és azokból a lehető legtöbbet kihozni, hogy majd a jövőben előnyünkre váljon. A csapat erősítés van jelen minden pillanatban, az együttműködésre való nevelés, az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, a kompetenciáknak a fejlesztése. Szóval egy szóval, mi itthon vagyunk, és nagyon jól érezzük magunkat itt. Nagyon sokféle interaktív eszközt használunk az órákon. Tehát itt van például az interaktív tábla, ami szerintem minden órán előkerül, vagy az elején bemelegítőnek, vagy a végén egy záró ismétlő játéknak. Ezen kívül szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy minden gyerekben meglássuk azt, ami benne, a rejlő tehetség, a csíra, a magocska, amit tovább kell fejleszteni, és mindenkit külön-külön, személyenként ott segíteni, ahol neki erre éppen szüksége van. Nagyon jól közreműködök a szülőkkel, egy nagyon jó osztályközösségünk van, nagyon sokféle tevékenységet végzünk délután is, és iskolán kívül is. Napközi foglalkozáson a gyerekek ebédet kapnak, elkészítik a házi feladatokat, és változatos tevékenységekkel egészül ki, ilyen például a kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő filmeknek a nézése, szabadtéri játékok, társasjátékok és sok-sok más egyéb pozitívum. A versenyek már első osztálytól vannak, amik számtalan lehetőséget kínálnak a gyerekeknek. Már fiatalon tapasztalatot, versenyszellemet, teljesítésvágyat és kitartást adnak. A középiskolás diákok pedig a pályázatok és Erasmus által önállóságot és jövőképet kapnak. Diákként sokszor szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy miért is jó az Ápril Lajos Főgimnáziumba járni. Mi az, amit számunkra ebben az impozáns épületben töltött idő képes nyújtani? Azért szeretik idejárni, mert nagyon befogadó közösségre találtam, egy nagyon családias hangulatra, és olyan tanárok, akik mindig segítőkészek, és igazi bajtársakra lehetem a diákokon belül. Kedvenc iskola utáni tevékenység, mozott diákszövetség, a nebulóniázás azért, mert úgy gondolom, hogy az önmegvalósítási legnagyobb formája a középiskolában a diákszövetségezés. Én a becsület, illetve az őszinteség értékét kaptam ettől az iskolától, amire nagyon büszke vagyok. Számomra az Ápril megmutatta, hogy az iskolás életben sokkal több rejlik, mint a tanulás, hiszen olyan lehetőségeket kínál számunkra, amik az önfejlesztésben és a saját személyiséget formálásában játszanak fontos szerepet, ilyen például a Grimasz, ahol a kreativitásodat és a közösség előtti kommunikálást, beszélést segíti elő, a Nebulónia, ahol a csoport előtti munkásságot és a csoportban való együttműködést tanulhatod meg és formálhatod ezeket a készségeidet. A búzavirág, ahol a hagyomány őrzésre és a hagyományok megtartására biztatnak. És a vízhang, ahol a kreatív íráskészségedet és a kreativitásodat bontakozhatod ki. Mi az az egy szó, amivel le tudnád írni a közösségedet? Vidámság, béke. Azért szeretem a közösségemet, mert mindenki kedves, nagyon jól lehet csapatban dolgozni, és megértjük egymást. Többet tudok tanulni, mint otthon például, és az iskola színes. Kedvesek a tanítónénik, színesek a folyósok, és sok embert megismerhetek. Mert sokat tanulhatunk, és nagyon szórakoztat. Sokszor vannak kirándulások, és az is tetszik, hogy nem csak füzetben dolgozunk, hanem még PowerPointon is csinálunk bemutatókat. Nagyon jó tanítónénink van. Azért szeretek idejárni, mert sok mindent tanulunk és fejlesszük magunkat. Azért szeretem a közösségemet, mert
kedves. Sok időt töltünk együtt. Nagyon jól érzem itt magam. Emellett rengeteg lehetőséget nyújt az iskola olyan gyerekek számára is, akiknek fejlődésükhöz szükségük van a logopédus, gyógypedagógus, illetve pszichológus közreműködésére, akik játékosan és interaktív feladatok által lelkesítik a gyerekeket az előrehaladásra, és arra, hogy a nehezebb akadályokat is könnyűszerrel átlépjék, és a siker örömeit önfeledten megélhessék. A munkámban mindent szeretek, legfőképpen azt, hogy kedves gyerekekkel van dolgom, olyan gyerekekkel, akiknek igazán nem sok esély jutott ebben az életben, és akkor abból a minimumból is próbáljuk kihozni a maximumot. A beszédhibás gyerekekkel, tanulási zavaros gyerekekkel, speciális nevelésigényű gyerekekkel dolgozom. Minden nap egy kihívás, minden gyerek más, minden gyereket másképp kell megközelíteni, és ettől érdekes, és újszerű a munkám minden. Iskolánkat jellemzi a diákokra való odafigyelés, kommunikáció, úgy a tanárok közötti kommunikáció, mint a diák-tanár szülő közötti együttműködés. Jól képzett tanári karral rendelkezik iskolánk, ugyanakkor folytonosságot biztosít a tanulásban és biztonságot. Iskolánk anyagi felszereltsége évről évre jobb lesz. Különböző laboratóriumokkal van kémia laboratóriumunk, fizika, két informatika laboratórium, egy nagyon jól és korszerűen felszerelt gazdasági és egy technológiai nevelés laboratóriumunk. Azon kívül nagyon gazdag könyvtárral rendelkezik az iskola, több mint 30 ezer kötetet számlál, és ugyancsak ilyen korszerű és nagyon jól felszerelt tornateremmel. Ünnepeink is előtérbe helyeződnek, ünnepélyes hangulatba telnek, megemlékezve arról, hogy mi volt, és mit kell tennünk, hogy hagyományaink örök életűek maradjanak, mégis korszerűsítve éljük éveinket. Sok szeretettel várunk minden kedves diákot az Áprili Lajos Főgimnáziumba. Lérészesete is a fejlődés és sikerek varázslatos világának.